Idén is megrendezésre kerül a Nemzetközi Népművészeti Tábor a Vésztői Egyházközség és a Református Iskola jóvoltából. 15 éve indították útjára az egyhetes nyári tábor, mely igen népszerű határainkon belül és túlon is. A jubileumi évek mindig az eredeti szó magyar fordítása szerint örvendezést, emlékezést, háladást hordoznak. Mi a 15. Nemzetközi Népművészeti Táborra úgy készülünk, hogy hálásak vagyunk azoknak, akik ötlete nyomán elindult a tábor. Köszönjük Birinyi József és Buda Ilona és Széles András és a Csőrdöngölő Együttes szakmai irányítását és támogatását, és mindazokra emlékezünk, akik az elmúlt 15 év alatt itt járhattak, többek között Kallós Zoltán, Tőkéczki László, Filó Katalin, akik meggazdagították a tábort, hiszen nem csak a népművészet kérdései és a kismesterségek ügyes fogásai kerülnek ebben a táborban elő, hanem nemzeti sorskérdések, összetartozás, magyarság, kultúra és egyáltalán ami magyar református keresztjén önazonosságunknak az értékei és kérdései. A 15. évfordulóra több meglepetéssel készülünk. A meglepetés az nyilván akkor jó, ha nem árulják el. Így annyit lehet megfogalmazni, hogy sokszínűek, izgalmasak, szépek lesznek ezek a meglepetések, amik gazdagítani fogják ezt a tábort. Azt tudjuk, és ez nem meglepetés, hogy a tábor július 11-től 18-áig, tehát vasárnaptól vasárnapig fog tartani, és lehetőleg május végéig jó lenne, ha azok, akik szeretnének idejönni, ezt eldöntenék, jeleznék, zenei előképzettségükkel, mesterségválasztásnak a megfogalmazásával elküldenék a Vésztei Református Egyház gondokságára, illetve az iskola titkárságára a jelentkezési lapjukat. Magyarság találkozó is lesz ez a tábor, ahogy már évek óta. Egy 120-140 határon túli magyart várunk, Kárpátaljáról, Erdélyből, Temesi Bánságból, de Délvidékről és reménység szerint még a Felvidékről is. A tábor 2010. július 11 és 18-a között lesz, merre mindenkit szeretettel várnak.